Addig, még az utolsó gyorsaságén el nem ment az olajnyomásunk, és úgy mentünk, mint ahogy anyukám jár a Tesco-ba hétvégente, ilyen 3000-es fordulatig gyorsan elváltottuk, spóroltunk a benzinnel, mert egy bár maradt az olajnyomás, úgyhogy egyébként nagyon élveztük a napot. Terveztem egy szilveszter rallit, de szerintem az hűsle ment. Tehát azért, ha körbenézitek az autót, annak nem sok épp dolog maradt rajta. Egyébként meg maga a verseny nagyon-nagyon jó volt. Tehát jól sikerült abszolválni mindent a rendezőknek, tök jó pörgött, úgyis, hogy etapoltunk, úgyhogy egészen jól sikerült. Soha az életemben nem indultam még a Mikulás rallin, de ez most jól esett, így az év végére. Be kell látnunk, hogy a fiatalok nagyon-nagyon gyorsak. Gratulálok nekik, nekünk már nincs benne ennyi, tehát mi megyünk, jól érezzük magunkat, a lehetőségeink és a tudásunkhoz képest megpróbálunk gyorsan menni, de ez mostanában már kevés. Tehát rettentően felgyorsult a kategória. Gratulálok nekik, az övéki a jövő. Én már nem érzek ekkora tüzet, tehát sok minden olyan hobbit találtam magamnak így 50 éves koromra, amivel sokkal jobban eltöltöm az időt. A jövő évben is az a terv. Az autót megépítjük, megtartjuk, de egyébként akár eladó is lehet, úgyhogy keressen rám, aki megvenné. Igazából, ahol lesz kedvünk, ott elmegyünk, és versenyzünk, és vigyorgunk, és meghagyjuk ezt az egészet egy hobbinak. Én úgy gondolom, hogy már lassan a historikba kellene mennünk, nem itt, de ketten több mint 100 évesek vagyunk, azért az nem mindegy.